A Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál a természet, a vadászati kultúra és a vadgasztronómia szerelmeseinek nemzetközi találkozója szeptemberben. Kiváló lehetőséget ad a vadhús népszerűsítésére, ezzel együtt az erdőben, vadban és vadászatban rejlő lehetőségek bemutatására. Mindezek mellett egy főzőverseny, valamint kiváló hangulat is várja a rendezvényre érkezőket. Mi sem lehetne jobb, mint köszönteni a 17. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivált itt Soponyán, ami magában is egy óriási teljesítmény, hiszen intézményesült ez a rendezvény. Csak a tény, hogy majdnem 50 versenyző, illetve csapat verseny ez a mai napon is, csak itt helyszínen, az megmutatja azt, hogy egyrészt nem vicc, hanem egy nagyon komoly verseny, másrészt pedig lehetővé teszi, hogy aki ide kilátogat, és ide azért minden nap, vagy minden egyes alkalommal, amikor ez a rendezvény van, sok ezren, 5-10 ezeren is kilátogatnak egy-egy alkalommal, meg is tudják kóstolni, és belássák, meglássák, hogy a magyar vadgasztronómia termékei, a feldolgozott vadhús, az mennyire finom. Szakmabeliként két szempontból is érdemes kijönni. Egyrészt, mert ez egy adott cégen belül egy jó csapatépítő programként fogható föl ez a fesztivál. Ugye itt együtt készülünk már hetekkel előtte a programra, közösen főzünk valamit, alkotunk. Másrészt meg ilyenkor lehetőség nyílik a régi kapcsolatokat feleleveníteni, tehát régi barátokkal találkozunk, ismerősökkel, illetve újabb kapcsolatokat teremthetünk. És hogy kívülállóként miért érdemes idejönni? Azért érdemes, mert itt talán egy kicsit a vadász, illetve erdész szakmába is betekintést nyerhetnek az úgymond külsősök, hogy miért fontos a vadászat, milyen ételeket, milyen kulinális élményeket lehet elérni egy ilyen vadétel főzése során. Itt ugye különböző húsokból húztunk, tehát az őz, a vaddisztó, a szarvas és a muflon. Nem tudtuk előre, hogy ki miért húzott, és hát ugye a végén jön majd a meglepetés. Nem biztos, hogy szarvaspörköltet főzött, aki szarvaspörköltnek gondolta, mert lehet, hogy vaddisztó lesz a vége. Ilyen szitja, harcolót nem veszünk fel itt a főzőversenyen, de azért egy kicsit próbálunk belevinni egy kis régi magyarságot a főzésbe. És ugye elhoztuk a környező falvakból egy-két érdekes ilyen jurta és egyéb eszközöket. Ezek mind valamilyen szinten használati eszközök most is, mai napig is a környékünkön. És egy ilyen pusztai ételt fogunk készíteni. A törököknél pilafnak hívják, nincs magyar neve igazából, de ezt Üzbegisztánban, Afganisztánban is sokan készítik ezt az ételt. Alapvetően van egy húsos ragú az alja, fölöttem van egy répa, sárga répa, és utána fölöttem van egy vagy rizs, vagy köles, és ezt magyarosan vagy nem magyaros ízekkel, tehát kétfajta módon fogjuk elkészíteni. Lesz egy magyaros pilaf, és lesz egy afgán pilaf. Ugye a Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál egy küldetés, a magyar vadgazdálkodási kultúra egy meghatározó részének, vagy részéről szóló küldetés. Minden ilyen alkalom, minden ilyen esemény persze egy ünnep, de ezekkel a kérdésekkel, magával a vadhús népszerűsítésével, a feldolgozott vadhús termékek fogyasztásának a népszerűsítésével minden nap, hónapról hónapra, napról napra kell foglalkozni. Én azt gondolom, hogy ma már egyébként az ember bármerre jár az országban, nyugodtan mondhatjuk, hogy prémium termékek között, de egyébként is megtalálja a feldolgozott vadhús termékeket. Vadhús egy egészséges tápláléknak gondolom, tehát ugye nincsenek antibiotikumozva, gyógyszeres kezelést nem igen kapnak, ellenben kevésbé elterjedt hazai viszonylatban, tehát jobb lenne, hogyha minél többen fogyaszthatnák ezt a tápelemekben gazdag táplálékot. A rendezvény főszereplője a vad. Így természetesen az eseményen vadfilmes kollégánk Blaumann Ödön is jelen volt, aki nagy ismerője a magyarországi vadfajoknak. A szeptemberi csúcsidőszak minden vadfilmes számára a gímszarvasokról szól. Nekem a szarvasbőgés a karácsonyt jelenti, tehát az év legfontosabb, legszebb és legizgalmasabb időszaka. Ilyenkor hiába van már több ezer szarvasfotóm, de mindig elképzelem, hogy ezeknél még jobbat csinálok, még jobb eseményeket fogok tudni lefotózni. Én 40 éves pályafutásom alatt minden szarvasbőgést végigcsináltam, tehát szeptember 1-től szeptember végéig, majdnem minden reggel, majdnem minden este, tehát ez nekünk a mint a mezőgazdásznak az aratás, csak hát nekünk látványba és élménybe sokkal többet és mást nyújt.
Ödön a természetfilmezés fortéjáról is megosztott a tapasztalatát. Elárulta, miként lehet kiváló minőségű képeket, filmeket készíteni. Én azt látom, hogy sokan elkezdenek természetfotózással foglalkozni, ezen belül foglalkoznak vadfotózással. Nehezebb ez a kategória, mert mondjuk aki madárfotózást vagy természetfotózást csinál, az valamivel egyszerűbb, mert itatókat hoznak létre, lesátorból fotózik. És a vadfotózásnál inkább az a nehéz, hogy a területekre bekerülni, meg olyan területeket találni, ahol elegendő mennyiségű vad van. Én azt látom, hogy azért sokan föladják, mert nem olyan gyorsan jönnek a sikerek, mondjuk, mint egy madárfotózásnál, vagy egy tájfotózásnál, vagy makrózásnál. Tehát itt kapcsolatokon kívül azért kell a kitartás is, meg nagyon jó vadismeret fontos, mert sok fotós elkezdi, de igazából nem nagyon ért a szarvashoz, az őszhöz, és nem jön a siker, és akkor abba hagyja. Engem az motivál, hogy én nagyon szeretem az őzet, a szarvas, tehát ezt a lagancsosokat, és kicsit úgy vagyok vele, hogy mindent le akarom fotózni, amelyik itt Magyarországon él, és mindig vannak olyan jelenetek, amit nem tudtam még megfotózni. Amit már láttam, mondjuk nagyon messziről, de szeretném megfotózni, és akkor mindig jönnek olyan jelenetek, amit nem is láttam, és újdonság, és meg tudom fotózni, és ez folyamatosan ösztönöz. De én nagyon szeretek rámenni a magára az agancsra, az agancs formára, és mindig van olyan, amit még szerintem 100 évig se tudnám megtenni, hogy lefotózzam, és ezért ezt hajtam.